A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Egy nem mostani hír, viszont ez az alapja annak a beszélgetésnek, amely most sor kerül. Tehát hírét vettük, hogy rendkívül ülést tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztálya, a kelet-közép-európai, így a magyar piacokat is elárasztó ukrángabona által okozott problémák megvitatására. És vártunk egy kicsit, hogy milyen hírek érkeznek, nos hát természetesen továbbra is úgy van, ami itt is szerepel, hogy az utóbbi hónapokban egyre több gazdálkodói megkeresés érkezett a kamarához, hogy az Ukrajnából beszállított gabona súlyos piaci zavarokat okoz, letöri az árakat és eladhatatlanná teszi a hazai terményeket. Nos, hát ezért invitáltam meg a mai beszélgetésre Zászlós Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért és állattenyésztésért felelős alelnöket. Tisztelettel köszöntöm. Egy jó estét minden kedves néző. No, hát ez egy átgondolatlan brüsszeli döntés volt. Ez már réges-régen napvilágot látott. Azóta beszéltem növénytermesztési szakemberekkel, akik elmondták, hogy egyik oldalról olyan anyagok szerep vannak ebben, beltartalmi értékben, ebben a búzában többek között, amelyek ugye Európában tilosak, és így tovább. Kezdjük azzal, hogy miért érezték szükségét, hogy mindenképpen ezzel kiemelten foglalkozzék a kamara. Nyilvánvaló, hogy minden olyan dolog, ami a gazdákat érinti, ráadásul rendkívül súlyosan érinti, még pluszba adott esetben a raktározási problémák miatt veszélyezteti a következő termésnek esetleges betárolását, azzal a kamarának kutya kötelessége foglalkozni. Tehát a kamara van a gazdákért, és nem a gazdák vannak a kamaráért, ez teljesen egyértelmű dolog, és számtalan jelzés érkezett, ezért megtartottuk a rendkívüli osztályülést, majd az osztályülésen egy szűkebb munkacsoportot alakítottunk, amelyik például a tegnapi nap folyamán is ülésezett, és igyekszünk minél előbb megvalósítható megoldási javaslatokat letenni a kormányzat asztalára, tehát a minisztérium asztalára, ami a gazdákat is segíti, és hosszabb távon megpróbálja megoldani ezt az áldatlan helyzetet. Természetesen nem vinni kárba magunknak a jogot, hogy akár miniszterális szinten, akár pedig brüsszeli szinten van bármiféle jogunk a döntésekre. Ugyebár azt tudjuk, hogy az Unió tavaly nyáron függesztette fel az Ukrajnából érkező árukra a vámok és a vámmentes kontingensek alkalmazását, hogy a harmadik országba tovább szállíthassák a gabonát. Ugye ez volt az alap? Igen, pontosan ez volt az alap, és hogyha egy kicsit belemélyedünk ebbe a témakörbe, akkor ez az úgynevezett szolidaritási folyosó nem működött. Tehát egyrészt ugye a különféle egyességek, Törökország segítségét is beleértve, a Fekete-tengeri kikötőből azért nagy részt elmentek azok a hajók, amelyek hivatottak lettek volna a Közel-Kelet és Észak-Afrika ilyetén való gabona szükségletét kielégíteni. Igen ám, de első nagyon fontos dolog, hogy Észak-Amerika és Dél-Amerika ezeket a piacokat azonnal meglátva a rést, elkezdte áruval ellátni. Tehát először az a gabon, ami tengeren ment, több nyugat-európai kikötőbe landolt, és ellátta Nyugat-Európának azon részét, ahol van nekünk az export piacaink vannak. Tehát ez az első nagyon fontos dolog. És innentől kezdve az a szárazföldi csatorna, ami ugye a tengeri szállítások kiváltását szolgálta volna részbe, vagy adott esetben egészbe, működött, de nem végig. Innentől kezdve teljesen érthető az az alapvetés, hogy Ukrajnába, a háborús övezetbe, az ukrán gazdák, de az Ukrajnában levő idegen nemzetiségű földet művelő gazdálkodók is
biztonságos országba akarják tudni a gabonájukat. Ezért Magyarországon több helyen béreltek raktárkapacitást. Itt most nem mennék bele a részletekbe, hogy mennyire volt körültekintő a magas ár mellett a magyar gazdák részéről a szerződéskötés, de legtöbbe sajnos nincs benne a kényszerértékesítés és a kényszer kirakásnak a lehetősége. Tehát könnyen megesik, hogy mivel a szolidaritás folyosó ilyen értelemben nem működött, ezért ez az ukrán gabona valamilyen módon itt rekedhet. Tehát ha Magyarországon nézzük most a helyzetet, akkor hármas szorítás van. Egyik ez a bizonyos ukrán gabona, amelyik annak ellenére maradt Magyarországon, hogy nem ez volt Brüsszelnek a terve, és természetesen súlyosan nyomja a magyar raktározási kapacitást és a magyar árakat. Tehát azt azért lássuk be, hogy körülbelül, ha megnézzük a különféle európai ártendenciákat, vegyük a legfontosabb a Matifot, mint az egyik legelfogadottabb tőzsdei árat. A Matif alatt van nagyon mélyen az ukrán gabona ár, és közte szerepel valahol, nem a Matifhoz közelítve, hanem a kettő közt és inkább az ukrán gabona árhoz közelítve, a magyarországi. Ez egyharmadnyi különbséget jelent körülbelül. Ez nagyon nagy különbséget jelent, tehát jelenleg Ukrajna kivételével, de hát ilyen értelemben ő nem EU-s ország még, csak vámkontingenset kapott, tehát vámmentesen hozhatja be az árut. Bizony Magyarországon a legalacsonyabb a gabonának az ára, különösen a kukoricájé. Na most a másik dolog, ami nyomja a magyar piacot, az a tavalyi termésnek azon része, ahol a nagy aszály miatt toxinos lett a kukorica. Toxinos lett egyébként Mezőfalván is, nálunk is, tehát több helyen, hiszen ugye a nyári aszály folyamán, ugye ennek a gombának a sajátossága, hogy amikor az elpusztulás fenyegeti, akkor toxin termel. Tehát semmiféle növényvédő szer használattával, amik nincsenek is egyéb körülmények között, ugye az Unió ezeket a hatóanyagokat betiltotta, igazából nem lehetett jól megvédeni a kukoricát a toxintól. Tehát nyomja a piacot, ezen kívül mintegy 500 ezer, 1 millió tonna toxinos kukorica. Azért mondok ilyen tág határt, mivel közben a gazdák azért próbálják kevergetni, állattenyésztők is, csak hogy a határértéket ne lépjék túl tejbe, különféle élelmiszerbe, mivel nagyon szigorú a szabályok, amit be kell tartani. És itt most nem térnék ki arra részletesen, hogy más országokban még nagyobbak a határértékek, Magyarországon ezeket kell megtartani. Ezen kívül nyomja még a raktárkapacitást, az a inflatórikus áremelkedésre, hát nem csak bazírozó, hanem ezt tovább gondoló gazdáknak a kockázatvállalása, akik úgy gondolták, hogy további áremelkedések várhatók, és nem adták el a terményüket. Több oknál fogva, és most ott van, és az árak meg nagy mértékben csökkentek. Magyarának, a munkacsoportnak az a legfőbb feladata, és ez lényeges, hogy valamilyen módon ezt a piacot meg kell mozdítani, majd az Ukrajnából számolatlanul szinte beszállított gabonamennyiséget pedig korlátozni kell. Na most igazából a minisztérium elkezdte a korlátozást a tekintetbe, hogy különféle vizsgálatoknak veti alá a beérkező tételeket, és amelyek nem megfelelők ilyen tekintetben, annak a behozatalát nem engedélyezi. Igen ám, de itt egy visszásságra azért nagyon fel kell hívni a figyelmet, amit közben a kamara kérte a zöldeknek is a segítségét a vonatkozásban, hogy Ukrajnában több mint 30 olyan hatóanyag van, amelyet az Európai Unió betiltott a termelés során. Na most egy kicsit visszás volt a válasz a vonatkozásba, hogy azt az információt kaptuk áttételesen, hogy igen ám, de az ukrán gabonába nincs szermaradvány. Azért egy kicsit álságos, nem is kicsit, mert kérem tisztelettel, a magyar gazda is tud szermaradványmentesen termelni. Akkor, ha ez veszélyes az ember egészségére, vagy feltételezhetően veszélyes,
hiszen ezért került az Európai Unióba mindezeknek a szereknek a használata, a betiltása. Akkor hogy is van ez? Most ebben a pillanatban a Ukrajnából érkezik, de teljesen mindegy, hogy már itt ebben a műsorban is említettem, a nácukorra ugyanúgy vonatkozik. Tehát, hogy harmadik országból érkezik, akkor a szer maradványmentes? Mi meg nem használhatjuk, mert ne adj Isten, a szer maradványmentesség ellenére, de tudjuk jó, hogy a szer maradványmentesség is határértékhez köthető, tehát mindenképpen valamilyen szer maradvány van benne, legfeljebb műszer kérdése, hogy kimutatásra kerüljön. Tehát, hogyha ez veszélyt jelenthet az európai ember szervezetére, nem csak az európai, tehát az ember szervezetére, akkor milyen módon engedélyezzük más országból folyamatosan ezeknek az áruknak a beérkezését. Tehát visszakanyarodtunk oda, hogy az első legfontosabb dolog Brüsszelbe is és máshogy is minden gazdának azt hangsúlyozni, hogy kizárólag olyan termék lépheti át az unió határát, amelyek megfelelnek az Európai Uniónak a termelési feltételeinek. Hiszen mi ezt tudomásul vesszük, a magyar gazda már számtalanszor mondtam, zöld gazda, az európai gazda is zöld gazda kíván lenni, fontos, hogy nyomon követhető termékek legyenek az asztalainkon. Következésképpen valóban az ukrán termék nincs teli olyan értelemben mindenféle hatóanyagokkal, amelyik a határértékeket lényegesen meghaladná, amelyik van, azt kiszűrjük, de mások a higiéniai feltételek. Tehát azért legyünk tárgyalagosak, Ukrajnában, hogyha nyitott vagonokba szállítják a búzát, hát a madár rászáll. És ha egy madár rászáll a nyitott területre, ott bizony madár ürülők is előfordulhat. Magyarországon azonnal kizárják az ilyet, hiszen értelemszerűen fedett térbe, ponyvázva, stb. Kell szállítani a gabonát. Tehát igen, mások a feltételek, nyilván a szermaradványoknak vagy más anyagoknak a mennyisége nem haladja meg a határértéket, de súlyosan nyomasztja a magyar termelőnek a piacát, igen. És bizony ez nem állapot, hogy az input termékek árai ezerrel emelkednek szó szerint, tehát többszörösére emelkednek, bizony az idei várható lényegesen jobb termés, mint ami hát az aszályos évben volt, elhelyezése is gondot okozhat, és ráadásul hiába lesz esetlegesen magasabb a termésátlag, nem lesz meg, nem hogy jövedelem, hanem még a belefektetett összegszerűség sem biztos, hogy megtérül a gazdának. Tehát... Ugye fontos alapérték a szolidaritás. Ezt a kamara is hangsúlyozta, ugyanakkor arra figyelni kell, tették hozzá önök is, illetve most már a szomszédos országok, mert tegyük hozzá, hogy idestova, tehát eddig Magyarországot sújtotta leginkább, most már a szomszédos uniós tagországokat, velünk szomszédos uniós tagországok is hasonló cipőben jártak, akik fellépnek ez ellen, hogy egyik oldalról a valamennyi tagállam egyformán viselje ezeket a terheket, de úgy tűnik, hogy Brüsszel a füle botját sem mozgatja. Ez meddig vezethet? Nem ő viseli a szolidaritási elv alapján az összes EU-s ország egységesen ezeket a terheket, mert nem veszi ki a részét ennek a szolidaritási folyosó nem működéséből származó ukrán gabona tárolásába és elfogadásába. Azért ezt le kell rögzíteni. 6 ország van, aki rendkívül módon érintett e tekintetbe. Ugye Bulgária, Románia, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia. Tehát Közép-Európa. Így van, Közép-Európa. És Brüsszel, amikor miniszter úr a múlt héten talán, vagy az előtt, azt megelőző héten, tehát húsvét előtt kint volt Brüsszelbe, akkor 3 ország kapott Brüsszeltől viszonylag csekély összegű, de mégiscsak támogatást a vonatkozásban, hogy a piaci zavarokat enyhítse. Ez Bulgária, Románia és Lengyelország volt. A magyar kérésre az a válasz érkezett, hogy Magyarországon nem okoz piaci gondot az ukrán gabonának a beérkezése. Erre mondta a miniszter úr, hogy igen, vissza fog menni Brüsszelbe, és számadatokkal, statisztikai adatokkal fogja
alátámasztani a bizottság számára, hogy igenis piaci gondokat okoz. Igen ám, de ilyenkor én mindig rászoktam kérdezni arra, hogy az a Brüsszel, amelyik tükörstatisztikák sorát csinálja, az a Brüsszel, amelyik a földalapú támogatás vonatkozásába most már 6 naponként vagy 5 naponként légi felvételeket készít, hogy mi van azon a területen, amelyik nem csak a tükörstatisztikán, hanem a keresztatisztikákkal is minden számadatnak a birtokába van. Ennek a Brüsszelnek el kell vinni a magyar miniszternek, hogy megmutassa azt, ami náluk ott van. Tehát ezért egy kicsit visszás ez a helyzet, hogy nem igaz, hogy nem tudják, hiszen az egész rendszer működése abból áll, hogy ellenőrizzék a tagországokba beérkező ilyetén való árut. Ráadásul Magyarországon értelemszerűen, mivel schengeni határ, az Ukrajnából bejövő árunak vámtétele nincs, de vámolása van, tehát a vám procedúrán bizonyos értelemben átesik, magyarán nyilvántartásba kerül. Románia felől ugyanúgy. Természetesen már kevésből ellenőrizhetők, ugye a Szlovákiából, Lengyelországból, ugye a szlovák határon keresztül érkezett ilyetén áruk. De ami nyilvántartásba került, az olyan 1,2-1,3 millió tonnányi árúról van szó, csak ennek a nagy része nem hagyta el az országot, hanem itt ragadt, letörve egyrészt a magyar árakat nagyon drasztikusan, és mélyen az Európai Unió alatti árakat biztosítva. Másrészt pedig, amit említettem, az ebből készült liszt. Ma már lisztet is hoznak be, tojást is hoznak be. Érdekes módon ilyenkor nem számít, hogy a ketreces tojás jön be. Senki nem bújt be még Ukrajnába a ketrecbe, hogy ott mutogassa magát, hogy milyen szerencsétlen sorsú az a tyúk, amelyik ott tojik. De ezt most tegyük félre. Tehát igazából ezek az árumennyiségeknek az eredeti célnak megfelelően kellene elhagyni az országot. Ezért a javaslatunkba egy kicsit előre megyek, azért 3 dolog kristályosodott ki, amit majd a napokba a kormányzat felé és a minisztérium felé meg is küldjük. Mielőtt erről beszélnénk, azért nézzük meg, ugye említettük, hogy mintegy 25, de inkább 30%-kal olcsóbb lett a magyar búza. A napraforgó 35%-nál tart, akkor jószerivel eladhatatlan a hazai gabona a napraforgóval együtt, a kukoricáról már ne is beszéljünk, illetve az olajos magvak felvásárlása szinte teljesen leállt. És ez, én azt gondolom, hogy nem csak a kicsiknek, mert a kicsiknek ez áthidalhatatlan probléma, hiszen vetés előtt állunk, tehát olyan időszakok elé néztünk, hogy kell az a pénz, amit az elmúlt esztendőben megtermelt gabonából befolyik a kasszába, hiszen ez a fenntartató fejlődés záloga. De már a nagyokat is megsindi. Igen, hiszen arra a terményre, amelyik nem toxintartalmú, hanem teljesen étkezési minőségű, nem csak, hogy lényegesen olcsóbb az ára, de nincs is kereslet, hiszen az ukrán gabonával a feldolgozók nagyrészt betároltak. Ráadásul az exportpiacok is ugyanígy vannak. Tehát a bosnyák piacot, ha nézzük, ahova exportáltunk eddig gabonát, az is kezd bedugulni az ukrán gabona kapcsán, amit hát persze vagy Románián, vagy Magyarországon keresztül, tehát a Unióból szállítanak oda. Tehát az export piacaink is ilyen értembe veszélyben vannak, és a magyar feldolgozók is bevásároltak a ukrán gabonából, tehát a jó minőségű magyar terméknek is még olcsón is korlátozott a piaca. Ugye, és a Unió persze azt mondja, hogy hát van intervenció. Igen ám, de az intervenció kukorica vonatkozásába nagyjából olyan 40 ezer forint körül mozog. Jó esetben, ugye, mert 100 euró, tehát most még a euró még kevesebb is ilyen értelemben, szerencsére, most más értelemben. Tehát bizony
azt megvárni, hogy itt intervenciós, felvásárlás, uniós forrásból lesz, hát az semmire nem elég. Hát, nyilván ez egy olyan minimális ár, amit nem is tudom, hogy ki lenne, aki ilyen áron odaadná ugye a termését, hiszen ez semmire nem elég gyakorlatilag. Tehát akkor itt van az a három javaslati pont, ami talán segít a helyzetet. Ami a három javaslati pont a kristályosodott, az egyik, hogy meg kell mozdítani a magyar piacot. Az első, hogy javasoltuk, hogy a toxinos kukoricát azt vonjuk ki állami pénzügyi segítséggel a piacról. Ahogy említettem, ez mindegy 500 ezer, 1 millió tonna. Ezt bioetanol gyár feldolgozná, a Dunaföldvár, majd a elkészült CGF-et ugye tüzelésre és a biogáz területén felhasználná, és az őt ért vesztességet kellene a kormányzatnak pótolni. Tehát ez kikerülne ugye abból a körből, hogy a magyar piacot nyomja és raktározási kapacitást is teremtene. A másik ezzel párhuzamos, hogy működjön a szolidaritási folyosó. Ne raktárbázisnak használják a ukrán gabona vonatkozásában Magyarországot. Ez a szigorú határellenőrzések, esetlegesen olyan intézkedések, amit a lengyelek is bevezettek, hogy blombálják a kamionokat, és végigkísérik az országon, hogy elhagyja Lengyelországot, itt kvázi Magyarországot. Tehát igenis, itt maradni csak az az ukrán gabona maradhatna, amelyik célzatosan magyarországi igény szerint igazolva kerül ide szállításra, és nem Magyarországot raktárbázisként használva. Majd pedig mindenféle olyan intézkedést támogatunk, és még kérünk is a kormányzattól, amelyik a beérkező gabonának a minőségi ellenőrzése, szermaradvány, GMO-tól kezdve, hogy ne soroljam az összes többi lehetőséget, nézzük meg, mert igenis fontos, hogyha abból magyar végtermék készül, élelmiszer, akkor az feleljen meg mindenféle olyan követelménynek, ami a magyar fogyasztó hozzászokott a magyar termékek által. Tehát ez egy megint nagyon fontos dolog, és ebbe kértük is a kormányzatot, hogy még szélesebb körű tájékoztatást adjon mindazokról az esetekről, amelyek ukrán gabona vonatkozásába ilyeneket éri. Ezzel van összefüggésben az, hogy kérjük az Uniót természetesen arra, hogy Magyarországot is érinti ez a súlyos helyzet, és anyagi segítséget is nyújtsanak ennek a piaci zavarnak a kivédésére, mert nem igaz az az uniós állítás, hogy Magyarország piacait nem zavarta meg az ukrán gabona. Emellett természetesen azért látnunk kell azt is, hogy ahogy ez a hat ország elkezdett egységesebben fellépni a pénzügyi vonatkozásba, azonnal más országok is bejelentkeztek ugye a pénzügyi lehetőségek kapcsán, és ezzel párhuzamos az a svéd országi javaslat, amit a bizottság el is fogadott, hogy újabb egy évvel hosszabbítsák meg a vámmentességet Ukrajna vonatkozásába, hiszen hát semmiféle piaci problémákat nem okoz a vámmentességnek a fenntartása. Ilyen értelemben a kamara elkezdett beszélni ezeknek az országoknak a társkamaráival, és Györfi Balázs elnök úr lengyel kamarák egyesületének vezetőjével tárgyalva arra a következtetésre jutottak, hogy javasolják esetlegesen a vámmentesség felülvizsgálatát és a szigorú szolidaritási folyosónak a fenntartását. Tehát mindenképpen nagyon komoly lépéseket kezdeményeztünk és kezdeményezünk a vonatkozásba, hogy a magyar gazda érdekei hát nem csak meghallgatásra, hanem egyáltalán megóvásra és a jövőbeli tiszteletbe tartására és a termelés feltétlen biztosítására irányuljon. Nos,
Még egy kezdeményezés, ami azt hiszem, hogy ehhez is hozzájárulhat, hogy a főbb gabona és olajos növénytermék esetében az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer, az EKR bevezetése és kötelezettsége. Mert hogy azt mondja a miniszter úr is, hogy a bejelentésekkel pontosabb képet lehet kapni a közúton beérkező gabona és olajos növény mennyiségről. Másrészt pedig ugye a büntethetőség is megvalósulhatna. Ennek van realitása? Ennek abszolút van realitása, ez bevezetésre is kerül, tehát mint javaslatot épp ezért ezt már nem említettem, és hát természetesen az első fogadó, magyarországi fogadóhelynek az ellenőrzése, bejelentési kötelezettsége, ezek is mind napirenden vannak a NÉBIK-nél, hiszen ezek szigorú feltételekhez kötöttek. Ez az a gabona, amelyik nem fogja elhagyni az országot a szolidaritási folyosón keresztül, hanem esetleg itt marad, ott is olyan követelményi rendeknek kell megfelelni, ami eddig több oknál fogva hát kevésbé működött, hiszen pontosan tudjuk, hogy Magyarország hát így sem jeleskedik az Európai Unióba a tekintetbe, hogy azt mondják rá, hogy szolidális, pedig ez így nem igaz, és hát nyilván, hogyha idő előtt vezettünk volna be szigorú vagy drákói intézkedéseket, akkor további céltáblának lennénk kitéve, és tudjuk jól, hogy így is visszatartásra kerül elég sok pénz az Európai Unió vonatkozásába. Nem lenne, meg nem lett volna szerencsés, hogyha bármilyen módon a mezőgazdasági pénzeket ez áttételesen is érintette volna, nem volt ilyenről szó, de nem is szeretnénk, hiszen az az egyetlen olyan nagy pénzeszköz az Unió részéről, aminek a korlátozása a tárgyalások folyamán nem, korlátozására nem került sor, és sikeres tárgyalást folytatott miniszter úr, és tavaly november 7-ével ugye megállapodás született az uniós pénzek hazánkba érkezése vonatkozásából az elkövetkező 5 év tekintetében. Nos, hát nem tudom, hogy mit kívánjak önöknek és a gazdáknak, de én azt gondolom, hogy lesz dolgok bőven függetlenül attól, hogy az unió mit mond, annál is inkább, mert hiába egységes és teljesnek tűnik ez a javaslatcsomag, amelyet az agrárminiszter, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyetértésével is megfogalmaztak. Ezt korán sem biztos, hogy az unió ezt teljesíti. Így aztán kénytelen vagyok kivárni, és hát bizakodó vagyok, természetesen bizakodóak vagyunk, és azt ígérhetem, hogy minden rezdülést figyelemmel kísérünk, hiszen ne feledjük a magyar agrárgazdaság sorsa a téte. Igen, ahogy mondani szoktam, változtatni úgy lehet, ha elkezdjük, ha nem kezdjük el, akkor nem lesz változás. Nyilván a kamarának az a kutya kötelessége, a gazdák érdekében mindig kiálljon. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke Zászlós Tibor volt a vendégem, és nyilván arról a helyzetről beszéltünk, amely jelenleg a magyar agrárgazdaságot is sújtja. Itt az ukrán gabonáról van szó természetesen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amint új hírünk van, természetesen jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.